Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Áldott légy Úrunk, Istenünk, Atyánk, aki az eget és a földet alkottad. Mindennapi kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családi asztalunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjesz ki karod és árazd áldásod erre a kenyérre, amelyet Szent István királyunk, országunk fővédőszentjének ünnepén hoztunk eléd. És add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek, és mindennapi eledelt és örök életre szóló szent igédet Krisztus a mi Urunk által. Most a borra is kérjük az Úr áldását. Áld meg, Istenünk, ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik fogyasztanak belőle. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent nevet segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus a mi Urunk által. Fölkérem a polgármesterről, hogy szíveskedjék a kenyeret felszállni. Tisztelt főtisztelendő urak, kedves hívek! Mielőtt a kenyeret megszegném, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak önökhöz. Két kenyér szentelés között vagyunk. Az egyik két nappal ezelőtt megtörtént a kórházban, és most következne a második. A kórházban történt kenyér szentelést nem tartom meggyőzőnek, azok miatt a körülmények között, ami ott lezajlott, és amivel kapcsolatban ez felmerült. Ugye attól tartok, ez az esemény ez úgy került megrendezésre, hogy a néhány hónapja tartó tülekedést, amit a kórház egyik műszerével kapcsolatban jelentettek, nevezetesen a CT beszerzését, ilyen módon igyekeztek lezárni. De mivel a résztvevők már maguk is unták a CT berendezéssel kapcsolatos tülekedést, ezért ilyen körülmények között augusztus 20-a ünnepségével ágyazták ezt az eseményt. Kedves hívek! Ez a kórház, ez egy állami kórház. Az államnak kell gondoskodnia a feltételekről. Dr. Nyári Ildikó idejében itt mammográfia is működött, CT is működött. Most nincs mammográfia, és sikerült két hónap alatt egy használt CT-t beszerezni. Örülünk nyilván ennek az eseménynek, de annak nem, ahogy ez történt. Ugye többen maguknak vindikálták ezt az eseményt, hogy elintézték ezt a berendezést. Ugye egy államtitkár, a főigazgató és egy pártkatona is magának vindikálja, hogy ő elintézte Ajkának azt, amit az államnak egyébként biztosítani kellene. Nyilván a mammográfiát is kérjük, akkor már intézzék el azt is. De azt gondolom, hogy a másik kenyér szentelés az többet érdemel, nagyobb figyelmet érdemel, ezt tartjuk az igazinak. Szent István ünnepén valóban, ahogy főtisztelendő atya is mondta, ez egy nagyon szép ünnep és egy nagyon szép hagyomány, amit mi itt a Tósok-Berindi városrészben közel 30 éve folytatunk. Esperes úrnak szeretném megköszönni, hogy ilyen körülményeket teremtett, és azt gondolom, hogy ez lesz a mi meggyőző kenyérszentelésünk. Mindazonáltal azt mondom, hogy ez a kenyér, illetve a búza nem a kórházban termett, nem a templomban termett, földeken termett, megművelték, megőrölték, tékek megsütötték, és most itt
láthatjuk ezen az asztalon. Megszegem a kenyeret, és kívánok majd önöknek jó erőt, egészséget, sok boldogságot, azzal, hogy mi a korszerű kenyérfogyasztás hívei vagyunk, tehát az ünnepet követően a mérsékelt kenyérfogyasztás a helyes dolog, nem pedig az, hogy agyon együk magunkat. Ez mellett önöknek jó erőt, egészséget, főtisztelendő atyáknak sok boldogságot kívánok, és élvezzék az életet.